több iskolai hiányzást igazolhassanak a szülők, ezt kérik a csepeli házi gyermekorvosok az iskoláktól és a kormánytól. Azt szeretnék, ha például enyhébb betegség esetén vagy gyógyulás után a hozzátartozók dönthetnének arról, hogy a gyermek újra közösségbe mehet. Vendégünk Póta György. Jó estét, doktor úr! Jó estét kívánok! Én lejáratom a saját gyermekházi orvosunkat, hogyha elmesélem. Lehet, hogy önnél is így zajlik, hogy hát fel kell hívni őt, hogy itthon volt a gyerek 4 napig, adjon már egy igazolást, hogy rendben van. És akkor azt mondja, hogy tessék érte jönni, és kirakjuk a recepcióra. Szerkesztő úr, nekünk értesek kell jönni, mert én e-mailbe elküldöm. Na tessék! Tehát pont erről beszélünk. Tulajdonképpen ez az alapja az egésznek, nekünk, sokunknak, tehát én ugye, mint ismertebb személy, meg pont a mi kerületünk volt az egyik, amelyik egységesen fölállt, tehát ez ugye Csepel. Így Csepel, tehát így vagyunk, de igazából ez egy hosszú ideje tartó dolog már, a házi gyerekorvosok nagyon régóta mindenféle fórumot megjártak azért, hogy ez az egész igazolás mizéria, hogy mi mondjuk, rendeződjön. Az utolsó 2 év a Covid-ban pont ezt hozta el, amit ön is mondott az előbb, hogy miután az volt a hivatalos ukáz, hogy minimálisra csökkentsük a személyes találkozást, tehát, hogy amit lehet, ez a telemedicina, amit elfogadott a szakma, és mindenki most már hivatalosan, tehát amit régen telefondoktorságnak, telefonkonzultációnak, vagy e-mail képek küldése egyébbel, és hogy ez jól működött. És miután a mai napig így működik, ahogy ön mondta az előbb, erre mondtuk azt, hogy elnézést, ennek semmi értelme nincs. Hát hiszen úgysem látja a gyereket. Az orvosok nem íródeákok, 2, van egy másik oldal, és én mindig szeretném hangsúlyozni, hogy nem az orvosokról van csak szó elsősorban, hanem a szülőkről is, és most visszadobom egy picit a labdát. Én személy szerint megalázónak tartom a szülők részéről, hogyha ön, mint szülő úgy dönt, hogy a gyereke pár napig maradjon itthon, mert taknyos egy kicsit nem érzi jól magát, és semmi, minden más, akkor ehhez egyrészt miért ne lenne joga, illetve joga van akkor, hogyha megkéri a házi gyerekorvosát, hogy adjon papírt arról, hogy amit ön mond, az igaz. És mi azt gondoljuk, hogy ezt tulajdonképpen simán el kellene fogadnia a közösségnek, óvoda, iskola, stb., hogy a szülő bemondja azt, hogy beteg volt, otthon tartom, most már meggyógyult. Ugye a betegség mellett van még a családi ok miatt elnevezésű. Hát ez egy másik történet. Másik történet, ha ezt a 2-t kombináljuk, akkor viszont elég nagyra nyitjuk az ajtót, ami a szülők felelősségét, hogy mondjam, megnöveli, de egyúttal lehetőséget ad a visszaélésre is. Nekem és sok kollégámnak az a vélemény, hogy a szülők felelősségének a megnövelése az abszolút indokolt és szükséges. Tehát azért, bocsánat, egy szülőnek van felelőssége a gyerekével kapcsolatban, akkor ez gyakorolja is. A másik, ez a családi ok, ez nekünk egy nagy veszőparipánk. Erről van egy rendelet, hogy ezt az iskola igazgatónak kell egyébként a szülővel lerendezni, és ez nem orvosi kérdés, ezt minden vezető elmondja. A probléma az, hogy az iskola igazgatók nem szeretik ezt csinálni, a szülő meg azért nem szereti, mert lehetetlen helyzetbe jön, mert tételezzük föl, szeretné elvinni, télen síelni egy hétre a gyerekét, és ez egy családi ok, ez nyilvánvaló dolog. De mi van akkor, ha nem engedi az igazgató? Ugye? Akkor ugye baj van, tehát sokkal egyszerűbb akkor megkérni a doktor, írjon egy igazolást, és szegény napbarnított, síelős gyerek hazajön azzal, hogy egy hétig rosszul érezte magát. Ezek mind olyan dolgok, amik itt most viccesen mondjuk el, de valójában minden résztvevő részéről csalás, megalázó, stb. Ezért szeretnénk, hogy ezt az egészet, és tudom, hogy ez a mai magyar köznyelben nem biztos, hogy mindenkinek jó, hogy ilyen európai módon kéne megcsinálni. Más európai országokban nincs ilyen, hogy minden hiányzást, minden hiányzási napot az orvosnak kell igazolni tulajdonképpen a szülő helyett. Ez az egész úgy nevetséges, ahogy van. Az európaiság pedig szerintem mindenhol jó, csak nagyon ijesztően mást ért mindenki alatta, vagy sokan, sokfélét. Na jó, a másik, ami viszont most nem annyira elkerülhető, megszólalt ismét a járványügyben, oly gyakran megszólalt orvosok egy jelentős része a harmadik oltás kedvéért, hogy azt mindenkinek fel kell vennie. A gyerekek oltásáról nagyon régóta nem hallunk semmiféle kommunikációt. Ugye volt egy kampány, mindenki oltassa be a gyerekét, általában meg is kapták a 2 oltást azok, akik egyáltalán erre hajlandók voltak. Nekik kell a harmadik? Nem. Röviden és egy szóval. Most az az álláspont, hogy nem, és azért nem hallott róla a közvélemény, a média, mert a nemzetközi szakirodalom is nemhogy bizonytalan volt, inkább amellett voksolt, hogy a gyerekeknek erre most nincs szükségük. Talán a akkor, kétoltásra sem volt? A kétoltás, de tehát kétoltást az az alapoltás, tehát arra mindenképpen szükség van, és jobb, nagyon örültem volna, vagy örülnék, hogyha több gyereket oltottak volna be. A gyerekeknél korán sincs olyan magas átoltottság, mint a felnőttek körében, és tudjuk, hogy azért a felnőttek átoltottsága sem dobogós hely mondjuk Európában. A gyerekek még ennél is jóval alacsonyabb, tehát ez hiba, és jobb lett volna, hogyha többen átoltottak, de úgy gondoljuk, és a hivatalosan a szakma is úgy gondolja, hogy az átlag gyereknek, tehát most mindig hangsúlyozzuk, hogy azok a gyerekek, akiknek olyan krónikus betegsége, vagy olyan alapbetegsége, amelyik indokolja azt, hogy ők fokozott védelemben részesüljenek, azok számára a harmadik oltás felvétele is indokolt, és ez az esetek nagy részében meg is történt. Ezek annyira speciális esetek, ugye immunbetegek, akiket gondoznak valahol, és ott már réges-régen ezt javasolták. Mi most azokról az átlagos, normál egészségi állapotú gyerekekről beszélünk, ott egyelőre a harmadik oltást nem erőltetik. Az én személyes véleményem az, hogy ha tényleg megjelenik az az oltóanyag, amiről a napokban lehetett most már olvasni, hogy engedélyezésre beadják a két nagy amerikai gyártó, mind a kettő, amelyik már egy új összetételű oltóanyag, ami a vírus részét illeti, hát az alapja természetesen mindegyiknek ugyanaz, tehát mert bárki a nézők... Minden megjelentre... Igen, tehát hogy egy olyan, a jelenlegi mutánsra, de egy olyan szélesebb körre, hogy az előre esetleg várható mutációkkal szemben is védettséget ad. Nyilvánvaló, hogy akkor azt mindenkinek érdemes ismétlő oltásként fölvennie, hiszen az nem a 2 évvel ezelőtti vírusvariáns ellen lesz kidolgozva, hanem az, ami most van, és ami esetleg várható a következő hónapokban. És akkor az utolsó kérdés, megint egy másik téma, nagyon sokszor esik szó a felnőtt háziorvosi rendszerről, annak az átalakításáról, ugye most is van tervbe véve január 1-től egy módosításáról, igen. Komáromi doktorral beszélgettünk tegnap. Mi a helyzet a gyerekek orvosi ellátásával? Azt kell mondanom, hogy ugyanaz, tehát az alapellátást a kormányzat egybe veszi, tehát csak nem sorolja föl ilyen tételesen mindig, hogy házi orvosi és házi gyerekorvosi, de ami a strukturális változást jelent, az egyébként amennyiről hát lehet tudni, mert ugye az a legnagyobb probléma, hogy nem igazán lehet tudni pontosan, hogy mik a tervek, csak pletykákat tudunk mi is, az ugyanaz. A házi gyerekorvosi rendszerrel az a probléma, hogy ha lehet, akkor még inkább ki van téve mindazoknak a megszűnéssel járó veszélyeknek, amit Komáromi doktor tegnap elmondott, láttam ezt a beszélgetést. Egyszerűen az élet, a korfa még idősebb, mint a házi orvosoké, és nagyon sok olyan területet tudok, akár úgy is, hogy a főváros egy-egy kerületét, tehát nem csak nagyobb országrészekre gondoljunk most, ahol egyöntetűen olyan idős a házi gyerekorvosi csapat, hogy rövid időn belül egy tömeges leállás várható, és arra viszont jelen pillanatban nem tudunk kormányzati gondolatot vagy gondolkodást, hogy lehet egy lényegesen kisebb gyermekorvosi csapattal, vagy számú házi gyerekorvossal a szolgáltatást fenntartani. Póta György, köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta. Én is köszönöm szépen.